Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai evangéliumi részletet János evangéliumának 8. fejezetéből olvassuk. Itt Jézus azt mondja, ha megmaradtok az én szavamban, akkor valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Ennek kapcsán Ferenc pápa azt tanítja, hogy keresztény önazonosságunk, vagyis keresztény identitásunk abban áll, hogy Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. Jézus tanítványai pedig azáltal leszünk, ha megmaradunk az ő szavában, vagyis nap mint nap olvassuk, befogadjuk az Úr szavát, annak fénye szerint cselekszünk. Megmaradni az Úr szavában annyit jelent, hogy hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen bennünket, aki egyre inkább elvezet bennünket az igazságra. Az igazság nem valami, hanem valaki. Az igazság Jézus Krisztus maga, aki egyedül tud szabaddá tenni bennünket. Mondjunk tehát nemet a bűnre, amely rabszolgává teszi az embert, és mondjunk igent Jézus Krisztusra, maradjunk meg az ő szavában, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen bennünket. Így leszünk egyre inkább Jézus Krisztus szabad tanítványai. Ferenc pápa arra hív bennünket, hogy ebben a hónapban különösen is imádkozzunk azon embertestvéreinkért, akik különböző függőségektől szenvednek. Imádkozzunk minden emberért, minden megpróbáltatásban lévő emberért, mindannyiunkért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!